útjára is indítjuk a szerdai sztereót itt az otthon hangján. Köszöntöm a ránk hangolódókat, az újonnan ránk hangolódókat. Balogh Feri a mikrofon mögött, 2023. március 22-e szerda van. Nagy szeretettel köszöntöm a Facebookon minket élőben, figyelemmel kísérőket, kellemes délutánt a 17 órás ismétlés hallgatóinak, és nagy szeretettel köszöntöm stúdiónk mai vendégét, Páncél Károly urat, országgyűlési képviselőt. Szerbusz, köszöntelek! Szerbusz, köszöntelek én is, és köszöntöm nagy tisztelettel, szeretettel a rádiódabas hallgatóit, akár így a rádió hullámain keresztül, akár a Facebookon követnek minket. Nagyon ö, sűrű heteken, napokon vagy túl, bár szerintem úgy általában is igen sűrű a munkarendet, de ha valaki fég pörgeti a Facebookot, akkor erről fényképes beszámolót is láthat. Beszélgetésünk végén egyébként mindjárt egy utazási ajánlatot is adok, aki megteheti majd, de erről akkor. Kezdjük szépen sorba, elég sűrű a menetrended, de akkor kárpátaljai agregátor szállítással kapcsolatban nyilván beszéltünk már többször róla, hogy kint leginkább erre van nagy szükség, ugye kiszámíthatatlan az áramellátás. Igen, pontosan erről van szó, és ismételten szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, Magyarországon, és természetesen itt a választókerületemben, Dabason és a környékén is mindazoknak, akik hát most már egy éve részt vesznek abban, hogy, hogy gyűjtenek, támogatást adnak és eljuttatnak Kárpátaljára. Nem csak én vagyok az egyetlen, aki átjár a határon, bár nekem lényegesen könnyebb, hiszen mint országgyűlési képviselő, nek diplomata útlevelem van, és az egy bizonyos fokú szabadabb átjárást jelent a határon. Karitatív szervezetek, ismerősök, barátok, egyesületek, önkormányzatok, iskolák, testvértelepülések ki is használják ezt, és felkérnek arra, hogy egy-egy szállítmánnyal tartsak velük, mert így egyszerűbb, sokkal egyszerűbb az átjutás. Köszönet egyébként itt legutóbb az idei esztendő évelején, talán épp a Táncsics gimnázium volt az, igazgató úrral az élen, akik egy komoly adományt nyújtattak el munkácsra, a testvériskolához, testvérszervezetekhez. Nagyon nagy segítség volt ez a számukra. És akkor visszatérve az agregátorra, akikkel én tulajdonképpen ilyen napi kapcsolatban vagyok, az a az a Kárpátaljai Református Egyház és annak Beregszászi Diakóniai Központja, a, a, a az ottani ö, főjegyző ö, Nagy Béla, aki ott komoly karitatív munkát végez, gyakorlatilag ember ment, iskolát, óvodát, idős otthon tartanak fenn. Ö, oda volt tehát oda szállítottunk már többször lisztet, tartós élelmiszer, dabason összegyűjtött takaróktól, ruhákon keresztül, tartós élelmiszerekig, sok mindent. és közben jöttünk rá ezekre a tapasztalatokra, hogy mire van igazán aztán szükség a mindennapi életben. Több agregátor is volt ott ebben az elég nagy intézményben, amik tulajdonképpen egy-egy családi házat képesek elvinni, hiszen az áramszünetek kiszámíthatatlanok, gyakorlatilag több az áramszünet, mint amikor van áram, és ebben a diakóniai központban azért működik egy nagy, nagy szociális konyha, hiszen több intézményt látnak el, belső Ukrajnából menekült ukránokat látnak el, akik ott vannak elszállásolva a környező intézményekben, otthonokban, és működik egy nagy pékség ahol két naponta sok száz kenyeret készítenek és gyártanak. Na most ezeket a gépeket, ezeket a, ezek a kis agregátorok nem bírják el. Hoztuk a hírt ide az anyaországba, hogy, hogy mire van szükség, és akkor e, csodálatosan gyorsan összeállt a támogatás, mert Balogh Zoltán püspök úr, aki a, ugye a Duna melléki egyházkerületet vezeti, illetve itt a térségünkből, Kiskunlacházáról házáról takaró Esperes úr, a Délpest megyei egyház megyét, aki vezeti. 4 millió forintot tudtak megteremteni, és abból egy olyan nagy teljesítményű agregátort vásároltunk, ami egy, hát egy ilyen több nagy íróasztalnak megfelelő méretű, egy 4 millió forintos értéket képviselő, ha emlékeim nem csalnak 22 kilovattórát bíró. Tehát ez egy, ez egy, hatalmas nagy amerikai agregátor, amit oda ki tudtunk szállítani, és valóban val azóta dagasztógépeket és kemencét és mindent képes ellátni e, árammal, csak üzemanyag legyen bele, azt még azért tudnak szerezni. Úgyhogy ezek, ezek, nagyon nagy adományok, és sokszor ilyen egyszerű dolgok rengeteget segítenek. Mi magunk itthon áram nélkül el se tudjuk képzelni az életünket meg fűtés nélkül, és például óvodákban nagyon örültek egy, -egy fatüzelésű kájhának, amit be lehetett állítani, hiszen ott, ahol megszűnt a gáz vagy áramellátás, ott ezzel tudnak meleget biztosítani. Rászorulnak a kárpátaljaiak a segítségünkre, az ott élő magyarok, ukránok, ruszinok egyaránt. Továbbra is sajnos elhúzódó háborúval kell számolnunk. Egyre inkább úgy tűnik, hogy ennek nem lesz hamar vége, és hát az egyik legnagyobb humanitárius akcióban van továbbra is Magyarország, hiszen naponta 3-4 ezeren érkeznek a határon keresztül, akiket mi nyilvántartásba veszünk, akiknek mi segítséget nyújtunk, vagy abban, hogy tovább utazzanak máshova munkába álljanak, rokonokat keressenek meg, vagy egyszerűen azért, hogy akkor itt tudjanak maradni Magyarországon, ők akkor bekerülnek a szociális ellátásba is egy pár hónapra, egyébként pedig munkát tudnak vállalni, tehát gondoskodnunk kell róluk. Lengyelország, Szlovákia, Magyarország, Románia milliókat fogadott már, még egyszer mondom, legnagyobb humanitáris akció, és egyébként csak azt tudjuk mondani továbbra is, hogy azonnali tűzszünet és béke, mert a háború nem fog ember életeket megmenteni, a béke viszont igen. Nagyon nagy zárójelbe, ugye nekünk csak hírek a határon túli események, neked a munkácsorán, a bizottsági munkácsorán is azért személyes kapcsolataid vannak, telefonszámok, akiket fel tudsz hívni egy-egy település hallatán, hogy mi történik, hogy vannak. Egyelőre az elmondható, hogy harci cselekmények nincsenek, nyilván a, a háború gazdasági hatásait ott még markásabban érzik, mint ahogy ezt érzik, érezzük mi is. Igen, hát ott azt lehet érezni, hogy egy háborúban álló ország, ahol gyakorlatilag a, maga az állam nem működik. Tehát ö, gyakorlatilag Európai Uniós, amerikai pénzekből működik úgy, ahogy a, az állam, és nem csak a háború, hanem ott is kell nyugdíjakat fizetni, meg, meg állami alkalmazottakat. Ö, és ö, hát rendkívül elkeserítő a helyzet, nem is tudjuk azt, hogy mennyien menekültek el onnan. Ma már Ukrajna létszáma sem megbecsülhető az biztos, hogy, hogy ebben a háborúban jelentősen tönkre megy ott a gazdaság és maga az egész ország. Európára is szörnyű kihatásai vannak, azt látjuk a gazdasági életet tekintve, és hát érkeznek igen onnan a telefonok. A kétségbe esett telefonok, hogy akik még ott vannak, egyébként elég sok gyereket beírattak Kárpát alján, óvodákba és iskolákba, tehát gyerekek ott maradtak, folytatják a tanulmányaikat, anyukával nagyszülőkkel, a férfiak legtöbb esetben itt vannak Magyarországon, hiszen nem akarnak a frontra menni és, és ott meghalni egy ilyen értelmetlen háborúban. Mi a kötelező sorkatonai szolgálat. Elő. Így van. És itt, itt vannak Magyarországon. Itt egyébként elmondhatom azt, hogy sokan, akik ellenezték a kettős állampolgárságot meg a magyar útlevél kiadását, ez most ott életeket mentett, mert ezzel még át lehetett jönni a határon gyakorlatilag embervadászat folyik, tehát most már az ukrán hatóságok egyre keményebben keresik a hadrafogható férfiakat, odaállnak buszmegállókba, és a buszról leszálló férfiakat igazoltatják, papírokat kérnek. Nyilvánvalóban olyanoknak, akiknek mentessége van, orvos, tanár, főiskolai hallgató, egyetemista, akinek három vagy több gyermeke van, vagy olyan a munkája. De hát sokan rejtőzködnek azért a hatóságok elől, őrájuk vadásznak, és azonnal e, kényszerrel e, viszik őket és sorozzák be. És hát aki, még egyszer mondom, nem akarja életét áldozni egy ilyen értelmetlen háborúban, az persze menekülés és e, bujkál. Asszonyok, gyerekek, idősek maradtak egyenlőre otthon jó lenne minél előbb ennek a háborúnak vége lenne, és visszatérhetnének a, az otthonaikba, a földjeikre, a gazdaságaikba, a munkahelyeikre. A, a, a normális élet az, ami megmentheti ott a kárpátaljai magyarokat. A belső Ukrajnából, kárpátaljáról menekülő ukránok helyzet egyébként milyen? Most nyilván, hogyha behunjuk a szemünket, leginkább, nem tudom, nálam ez a törökországi menekültáborok víziója dereng fel. Valami ilyesmit képzeljünk el, vagy inkább lakásokba, <coughs> házakba, családoknál szállásolják el őket? Nem, ilyen táborok nincsenek tehát ez nem olyan, mint amikor egy földrengés után hatalmas sátortáborokat ö, ö, ütnek fel egy-egy stadionnál, vagy annak a környékén, mint látjuk Törökországban. Itt ö, elsősorban és legelőször intézményekbe költöztették be őket, iskolákba, óvodákba. Most, hogy újraindult a, 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 az iskolai óvodai élet Kárpátalján, így ezeket igyekeztek megszüntetni, és volt idő átgondolni, azt, hogy hova lehet őket elhelyezni, milyen otthonokba és hova, de számos középületben, Beregszászon művelődési házak ma is ott vannak, érzik és köszönik egyébként a magyar segítséget, tehát aki ezt megtapasztalta, az egyáltalán nem magyar ellenes, mert tudja, hogy akár a kárpátaljai magyarok, akár az anyaországiak segítségére számíthat, a magyar karitatív szervezetekre, egyházakra, és hát ők is azt várják, hogy újra haza tudjanak térni. Nyilván a gazdaság élénkítése mindig feladat, és most úgy néz ki, hogy Inárcson itt a Vételkörzetünk egyik településén a gazdaság élénkülni fog, köszönhető ez egy újonnan átadott és megnyitott szállodának. Igen, a, tulajdonképpen a napokban adtuk át a, a, az Inácsi Flow hotel az Inácsi Lehajtóban, konferencia hotel, ö, le a kalappal a befektető vállalkozó tulajdonos előtt, Birizdó Imréről van szó, aki Dabasnak és a környéknek egy köztiszteletben álló polgára és vállalkozója. Eddig is üzemeltetett ő ott szállás helyett, hiszen a, az inácsi pihenő mindkét oldalán lévő Vénuszpanziót ő, ő üzemelteti. Az elsősorban ugye átutazó forgalomra létesült és abból él, hiszen látjuk az ötös autópályán ezt a mérhetetlen forgalmat gyakorlatilag, hogy a, hogy a Balkán itt áramlik át rajtunk és keresztül Törökország, Románia, Szerbia irányába, és sokan igénybe is veszik ezt a két helyet és volt Imrének, Birizdo Imrének egy korábbi vállalkozása, még Kecskeméten a, a Gokart Hotel, amiről sokan nem gondolták, hogy az, az valóban ilyen jól fog működni, és, és hál' Istennek, hogy hírekből hallom, elbeszélésekből, hogy nagyon-nagyon jól működik, tehát az bejött, és Imre elhatározta, hogy akkor itt épít egy minőségi szállodát, nem is feltétlenül az átmenő forgalomra, hanem sokkal inkább abból a célból, hogy legyen egy igényes szállása itt való Budapest és Kecskemét között, jól megközelíthető helyen, sok-sok parkolóhelye, hiszen például a Budapesten, benne a városban a parkolóhely az gondot jelent, jó, jó helyen, közel a repülőtérhez, tehát ő azzal a célral építette, hogy egy konferencia hotel, céges rendezvényeknek helyt adó hotel, akár esküvőknek helyt adó hotel, hiszen könnyen megközelíthető Budapestről, vagy az ország más részeiről. Üzleti találkozóknak lehet ez a, a helyszíne, még egyszer mondom, nagy céges rendezvényeknek, mert ez egy minőségi, négy csillagos és négy csillag plusz szállodáról beszélünk, wellness nagyon jó étteremmel, és ez Birizó Imlének a, a saját beruházása volt. Ez azért fontos elmondani, mert megtisztelte a jelenlétével minket Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter is, ott volt az átadón, méltatta ezt az új beruházást, és ez ugye akkor szokott megtörténni a kormányzati szereplő részvesz egy ilyen esemény, amikor a kormány is hozzájárul gazdaságélénkítő segítséggel, csomaggal. Itt, ne, itt ez nem volt ebben a beruházásban. Ennek ellenére egyébként egy, egy ilyen magyar vállalkozót, aki egy ilyenbe belevág, azt úgy gondolta a miniszter úr is, hogy meg kell tisztelni a, a, azzal, hogy a, egy kormány szereplő is ott van a, az átadáson. Úgyhogy ez önerőből épült meg. Tervezzük, hogy energia sziget kialakításához egyébként a, a kormány szeretne támogatást nyújtani, hiszen ma egyébként egy, rengeteg energia kell egy ilyen szállodának a működtetéséhez, üzemeltetéséhez. Még egyszer mondom, le a kalappal Birizdó Imre előtt, gondoljunk csak bele, egy turisztikai idegenforgalmi beruházásba kezdett bele a COVID idején. Akkor, amikor tulajdonképpen nullára esett vissza a, az idegenforgalom, és egyébként meg egy háborús ö, helyzetben, amikor infláció van, szankciók, elszabaduló energia árak, ö, ak akkor fejezte be, ennek ellenére maradt bátor, és én nagyon remélem, hogy az előző beruházásaihoz, vállalkozásaihoz hasonlóan ez sikeres lesz, és kívánok is neki sok sikert és szép eredményeket ezzel a szállodával. Még a tavalyi év folyamán, ugye, amikor a Bokréta ünnepet ültük, ha jól tudom, az akkor esedékes, amikor a legmagasabb pontja a készülő épületnek elkészül. Szóval akkor is meglettek hívva a környező települések vezetői, így Kőszegi Zoltán is ott volt, és még ő mondta viccesen, hogy Birizdo Imre magyar hangjaként akkor köszönti a vendégeket és ő volt az, aki méltatta, hogy hát hogy is mondjam, nagy bátorságra van, és kívánja, hogy sikerrel járjon, hát most már tudjuk, hogy sikerrel járt, ugye ö, felépült, megnyitotta a, a szálloda, ehhez kívánunk akkor sok sikert majd. Menjünk is tovább, nem csak Petőfi év van, ugye Petőfi 200-as születésének a 200. év fordulója, de Madács év is. Igen, a Petőfi évről, mint emlékévről már ugye tavalyi esztendőben döntött a Magyarországgyűlés, Szerintem fontosak ezek az emlékévek. Um, ez a emlékezett politika, nevezzük így, részben egyébként ahhoz a bizottsághoz tartozik, amelyet én vezetek a Nemzeti Összetartozás Bizottságához, hiszen Petőfi is, Madács is és a többi emlékév is, ami, ami, ami volt és majd lesz a jövőben, ezek azért a határainkon túlnyúlnak, és az egész Kárpát medencei magyar közösséghez is szól, meg a diaszporához is. Petőfi 200 van, ezt már eldöntöttük jó időben. Szerintem egy olyan költő, a, 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 aki minden magyarnak a fejében ö, ott van, ismerjük az ő életútját, a, a, azt a hihetetlen termékenységet, amivel ő alkotott, hiszen azért egy petőfi összes azért nem egy vékony kötet, és mindössze 26 évet élt. És euh, idén évei jött egy másik javaslat a Madács emlékévre, Nógrád megyei képviselők nyújtották egyébként be, Nógrád megyei képviselő társaim, hiszen uh, Madácsnak a szülőföldje sőt alkotói közege, az, 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 ott volt a Nógrád megyében, ő a mai Szlovákia területén született alsó Sztregován, ott is élt, ott is alkotott, a környéken mozgott, ott voltak különböző állami funkciói és tisztségei a családnak sok évszázadra visszanyúlóan, és hát Madács is 200 évvel ezelőtt született, és úgy gondoltuk, hogy egyébként az ember tragédiája egy olyan mindenki számára ismert mű, zárójelbe jegyzem meg, nem egy könnyű Olvasmány. A, a diákok kötelező irodalmi kötelező iroda, között minden bizonyal egyébként nem a legkedveltebb, mert még egyszer a nehéz és nagymondani valójú műről van szó, de hát ezt a magyarok azért ismerik. Sőt, a világon is ismerik, mert számtalan nyelvre lefordították, és úgy gondolták a képviselő társaim, hogy, hogy, hogy ez szólhatna, ez a madács emlékév egyébként a Kárpát-medencei magyarsághoz is, nem csak Balasagyarmaton kell ezt megünnepelni, nem csak az ország madács gimnáziumaiban, nem csak a felvidéknek ott a déli részén kell madácsal foglalkozni és szervezni különböző programokat, hanem legyen ez egy országos emlékép. Ezt a kormány támogatta, és a, a ma a kulturális tárca is azt mondta, hogy igen, programokkal, támogatással mögé áll. Kellenek ezek az emlékévek. Azt gondolom, hogy ettől vagyunk nemzet. Ettől vagyunk magyar nemzet, hogy nagy eleinkre, költőinkre, történelmi személyiségeinkre, hadvezéreinkre, püspökeinkre tudunk emlékezni, és, és fontos ez a nemzet tudat számára. Megyünk a Vétel kicsit körülnézünk, illetve a választó körzetben. Dunaharaszti fejlesztések és ráckevei fejlesztések témáink. Hát kezdjük akkor Dunaharasztival. Sportpark és gimnázium fejlesztések szépen sorban. Igen, a februárban gyakorlatilag ott a farsangi időszakban adtuk át Dunaharasztiban a legújabb sportparkot. Egy hatalmas területen, kézilabdapálya, futballpálya, streetballpálya, pingpongasztalok, játszótér, vizes blokkok, mászófal, szóval egy, egy hatalmas minden igényt kielégítő sportpark született, ahol miután farsangi időszak volt, beöltözött jelmezben, kicsik és nagyok a futókörön egy kört futva átadták ezt a sportparkot. A magyar kormány biztosította ehhez forrás még 2021-ben, úgymond ilyen gazdaság élénkítő csomag volt ez, hogyha van kész tervetek, jó tervetek van, meg tudjátok valósítani, vannak rá engedélyek, akkor akkor erre lehet pénzt kapni. Ebből a, az 5000 fő feletti települések részesültek. Dabas is. Erről majd egy külön egy másik műsorban beszéljünk a sári ravatalozóról, teniszpályáról, dabasz szőlői kulturális épület rendbehozataláról, körforgalomról. Tehát Dabas is részesült ebből. Lesz majd, Duna, miről beszélni. Így adjuk. van. D Duna is 373 millió forintot kapott. Ebből megvalósult ez a sportpra, sportpark. Egy egy A városnak egy új lakó negyedében, ahol rengeteg fiatal család él, és a Kisduna partján, a sportszigeten pedig egy sétány épült, ebből és újították fel. Van még két nagy beruházás a körzetben, oktatási jellegű. Az egyik Dunaharasztiban a Baktai gimnázium, a másik pedig Ráckevén az Árpád fejedelem általános iskola. Mind a kettő ilyen kehopos forrásból, tehát ilyen környezet-energia hatékonysági operatív program. A gimnáziumnál is és az általános iskolánál is gyakorlatilag a teljes hőszigetelés, teljes nyílászárócsere, lapos tetők szigetelése, lábazati hőszigetelés. A Dunaharaszti-Baktai gimnáziumban gyakorlatilag föl is jegyeztem, hogy mekkora munka ez, 162 darab radiátort cseréltek ki, és napelemek kerülnek a, a lapos tetős részekre, tehát mind a két helyen egy, egy teljes energia korszerűsítés folyik, biztosítva egyébként ezzel a, a külső színezéssel egy új esztétikus megjelenést is, és hát bent pedig gyakorlatilag töredékére csökken az energiafelhasználás, és és hát a legfontosabb éppként, hogy a gyermekeink szép és méltó és jó körülmények között legyenek. Ez most a két nagy oktatási beruházás, ami zajlik. Eh, ahogy láttuk a bejáráskora, mindkét helyen a, a munkafázisokat, gyakorlatilag egyébként nyáron ezek teljesen elkészülnek, ősszel már gond nélkül folyhat újra a tanítás. Ma egyébként mind a két iskola, gyakorlatilag jó része munkaterület kicsit beszűkült uh, környezetben, és mondjuk udvart nem lehet használni, de azért folyik a tanítás, folyik az élet, de de ősztől két gyönyörű épülettel gazdagodhatunk, aminek olcsóbb is lesz a fenntartása. Kicsit a folytatásban is maradjunk ráckevén. Korábban már szó volt róla, hogy a Dunága kapcsolatban ö, várhatóak ö, változások, fejlemények. Most hogy áll ez a történet? Olyan szó volt róla, hogy a Dunágat itt rehabilitálják. Hát ö, szívem egyik csücske a Bráckövei Dunág, egy csodálatos vízfelület, alkalmas pihenésre, vizitúrázásra, déli részen strandolásra, kerékpáros túrákat lehet mellette tenni, kedves aranyos települések, bájos falvak, épített törökség és természeti szépség. Lehetne ez a jövőben egy gyönyörű rekreációs övezet itt Budapesthez közel, Évtizedek óta küzdünk ezzel a problémával, hogy amíg a környezetvédelemben nem fordítottunk olyan gondot, jelentős szennyvízisap halmozódott fel, különösen az északi részen. 2013-ra már mindennel készen álltunk. Közbeszerzés folyt a kotrásra, ki voltak kijelölve azok a zajtározók, ahol a parton el lehet helyezni ezt az iszapot, majd onnan tovább lehet szállítani és aztán az Unió és a magyar kormány ezt leállította, érthető okokból nem volt még kész a két vízmű, északon ugye a Kvassai Zsilipnél jön be a víz, délen a Tasinál ki, ezt a két, két, ezt a két műtárgyat kellett felújítani, modernizálni, megépíteni, ez megtörtént. A másik nagy feladat volt a Dunaparti részeknek a csatornázása. Gondoljunk bele, hogy a legtöbb falu, város belső területén a csatorna meg hol nem volt meg, pont a Dunaág mentén az üdülő területeken, ez is megtörtént. És a harmadik ellen volt a délpesti szennyvíztisztítónak a felújítása, ahonnan eddig ugye a mindenféle káros anyag meg iszap ömlött be, ez is megtörtént. Újra neki lehetett kezdeni. Még létezett az elmúlt évben a Budapest Fejlesztési Központ, egy milliárd forinttal újra kezdték a tervezést, ezek elkészültek. Azt tudom elmondani, hogy a helyreállítási alapban jelöltük ezt meg, hiszen itt több 10 milliárd forintról van szó, hogy hogyan tudjuk kékebbé tenni a vizet, zöldebbé a, a partot, és... Uh, és hát várunk a felújítási alapra, hiszen ma itt jelen gazdasági körülmények között önálló hazai forrásból ezt nem tudjuk megvalósítani. A célját én úgy érzem, hogy maximálisan illeszkedhet egyébként az Európai Unió elvárásaihoz, hiszen egy hatalmas környezetvédelmi beruházásról van szó, ami nem csak az ott élőket szolgálná, hanem remélhetőleg azt a sok százezer embert, aki kilátogat a Kisduna partjára, és ott pihenni, rekreál, rekreálódni, feltöltődni kíván. Úgyhogy várjuk az eredményes tárgyalásokat, és végre az eredmény, mert sok-sok olyan feladatunk van, amit ebből szeretnénk megvalósítani, ilyen a Ráckevei H6-os évnek a felújítása is. Ez azt jelenti, hogy az előkészítő munkák teljesen készen állnak, megvannak a tervek, most már nyilván ez a nagy összeg, amit te is mondtál, több 10 millió milliárd forintos összeg hiányzik, amit nyilván bízunk benne, hogy akkor mi hamarabb megoldódik. Igen, erre várunk. És akkor beszélgetésünk zárásaként egy nagy utazáson vagy túl megjártad Afrikát a napokban. E, igen, mint a Nemzeti Összetartozás Bizottság elnöke, azért nemzeti ünnepeken nem csak itthon vagyok a választókerületben, hanem legtöbbször a, a Kárpát-medencében, a elszakított ország részekben, de néha az ember egzotikus helyekre is eljut, és a távoli diaszpórához is. Így volt már, hogy augusztus 20-át ünnepelhettem Ausztráliában, vagy október 23-át Kanadában, március 15-ét az Egyesült Államokban ne egy hosszú turista utakra gondoljon itt senki, mert a parlamenti elfoglaltság is annyit tesz lehetővé, hogy ezek ilyen négy-öt naposak, tehát azért ehhez erő meg teljesítő képesség kell, ami már egyre kevésbé van meg. Tehát 13 órás repülőút Dél-Afrikába plusz az átszállások, ott a több száz kilométeres autózás, és mindezt belesűríteni négy-öt napba, a, azért megpróbálód, de az ember mindig új élményekkel gazdagodik. Találkozhattam az ottani magyar közösséggel. Népszámlálási adatokból, felmérésekből az látszik, hogy Dél-Afrikában is él, mint egy négyezer magyar vagy magyar származású ember, akikből egy kétszáz az, akik viszonylag szoros kapcsolatot is tartanak, és Johannesburg és Pretória között egy Midren nevű Városkában van egy Magyar Tanya nevű ö, épület együttes egy szép nagy udvarral, ami az ő ingatlanuk, és ö, hát ott szerveznek maguknak programokat, és így volt ez a március 15-e is, úgyhogy Dél-Afrikában is együtt ün ünnepelhettük a Magyar Nemzet születését, és a Petőfi 200 és sok minden. Felemelő érzés volt velük találkozni. Van dabasi aktualitása is a dolognak, hiszen uh, um, én nem ismerhettem, csak hírből hallottam Kollár Pált, uh, aki Gyóni, és uh, ő már nincs közöttünk, uh, nem él, de a, az ő család, az ő leszármazott kollár piroska az ő lánya, és az ő családjával is sikerült ott e, találkozni, e, gyermekeikkel, a, angol búr férjével, és ott voltak, ott voltak a magyar tanyán, és ünnepelték e, március 15-ét a kitűzött kokárdával, tehát még dabasi aktualitása is volt ennek a látogatásnak. Hát ismét én, én magam is egy nagy élménnyel lettem gazdagabb, és remélem, hogy ők is érzik a, az anyaországnak a törődését. Nagyon szépen köszönjük ezt a rögtönzött kis beszámolót az útról. Páncél Károly volt a vendégünk, a térség országgyűlési képviselő. További szép napot! Nagyon-nagyon szépen köszönöm én is!